Business Café Podcast. Kezd a reggelt inspiráló gondolatokkal vállalkozás és marketing témákban. Szia, nagy szeretettel köszöntelek, az én nevem Csont Attila, és ez a Business Café Podcast 49. epizódja. A mai részben beszélgessünk egy tipikus emberi tulajdonságról, ami nagyban gátolhat a sikerek elérésében. És ez a gátló tényező nem más, mint a sürgetés érzése, vagy az, hogy te az eredményt azonnal akarod. Mert ha belegondolsz, akár edzésről, akár nyelvtanulásról, akár vállalkozás építésről van szó, a legtöbb esetben az emberek azonnal akarják a kívánt eredményt. Azonnal akarnak angolul tudni, azonnal akarják a kockás hasat, és azonnal akarják a milliós havi bevételt. De sajnos ez nem így van. Maga az eredmény eléréséhez baromi nagy türelemre van szükség. És én értem, hogy mindenki azonnal akar mindent. A világ fel van gyorsulva. A közösségi médiákból azonnal kielégíthetjük a vágyainkat, felmegyünk a Google-re, bármit azonnal meg tudunk szerezni, és sok esetben sajnos a párkapcsolatok is már úgy működnek, hogyha azonnal nem nyújt a párom kielégítést, akkor egyből megyek a másikhoz. De nyilván ezt is lehet egyébként egy picit módosítani a fejünkben ezt a fajta gondolkodásmódot. Hogyha megvan egy célod, hogy mondjuk szeretnél angolul megtanulni, vagy kockáshasat, vagy egy jó vállalkozást felépíteni, akkor nyilván tűzd ki a célt. Írd le, hogy hol szeretnél lenni 3-5 év múlva, szedd a lépésekről, hogy miket kell megcsinálni, hogy el tudj érni erre az adott célra, vagy erre a szintre, és utána tudod, mit kell csinálni? Elfelejteni a célt. Nem foglalkozni vele. Mert gondolj csak bele, hogy ha le vannak írva a főbb lépések, akkor tudod, hogy mit kell csinálni. De hogyha napi szinten ott van a fejedben az, hogy te felsőfokon szeretnél angolul beszélni, vagy basszus, én már szeretném, hogyha kockás lenne a hasam, vagy basszus, ebben a hónapban még csak 80.000 forint bevételem lett a vállalkozásomból, és hol van már az a milliós bevétel, akkor az emberben egy frusztrációérzés fog kialakulni, egyfajta hiányi érzet fog kialakulni benne, hogy basszus, nem tartok még ott. És már 3 napja edzek, már 20 szót megtanultam angolul, vagy már kiküldtem 6 posztot az Instára, és mégsem jön az eredmény. És az emberben egy, a türelmetlenség mellett ez a fajta kisebbség érzés kezd el bekapcsolni. Nyilván azért, mert a kitűzött célhoz viszonyítja a mostani állapotot. És ezért mondom, hogy ezért javaslom azt, hogy felejtsd el egy jó ideig, egy jó pár hónapra akár, hogy mi az a fő nagy cél. Helyette a fókuszt tedd mindig az adott elvégzendő feladatra. És maximum a heti meg a havi nagy tervezéseknél érdemes elővenni, hogy oké, mi is a fő irány? Oké, akkor azt elkezdem még jobban konkretizálni, hogy milyen lépéseket kell megtennem, hogy a nagy célt el tudjam érni. Utána megint tedd be a fiók legmélyére ez az adott célt. És tényleg csak a napi, heti fő feladatokra kell csak fókuszálnod. Mert hogyha próbálsz arra fókuszálni, hogy oké, időm az van, akár 2, 3, 4, 5, 10 évem is van arra, hogy kockás hasad legyen, hogy megtanulj angolul, vagy egy vállalkozást fel tudj építeni, és akár napi szinten hajlandó vagy beletenni az alázatos munkát, akkor előbb-utóbb szépen, lépésről lépésre láthatóak lesznek ezek az eredmények. Gondolj bele, hogy ha szeretnél elkezdeni mondjuk egy jó vállalkozást felépíteni, viszont mondjuk azt mondanám neked, hogy mától kezdve 3 éven keresztül tegyél ki 1 posztot legalább a Facebook csoportodba, vagy készíts el 1 ilyen videót, mint mondjuk ez a Business Café Podcast videó, akkor beletennéd ezt a munkát? Inkább úgy kérdezem, hogyha garantálni tudnám, hogy 3 év múlva 100 millió forintos éves árbevételed lesz a vállalkozásoddal, hogyha mától kezdve elkezdesz napi szintű videót, vagy napi szintű posztolást, vagy napi szinten bármit csinálni, akkor megnyugodnál? Akkor beletennéd azt a napi szintű munkát? Mert a sors úgy működik, hogy az egész univerzum, meg a világ úgy működik, hogy szinte ezt garantáltál lehet tenni egyébként, hogyha 2-3 éven keresztül beleteszed ezt a napi szintű munkát, akár csak az ügyfélszerzésbe, vagy egy, akár a közösségi média kommunikációba, vagy bármit mondhatnék, akkor előbb-utóbb 2-3 éven belül garantáltan, ismétlem, garantáltan meg lesz a látványos kézzelfogható eredmény. A legtöbb ember sajnos azért nem tud látványos eredményt elérni, mert a hiányra próbál fókuszálni. Hogy ott van a nagy vágy, én egy 100 milliós vállalkozást akarok, és luxus Ferrarit szeretnék abból a pénzből vásárolni, és 1-2-3 hét munkával, vagy akár pár hónapos munkával látja, hogy még közel sem, még egy millimétert sem lépett a Ferrari megszerzéséhez. És elmegy a kedve. Elfogy a motiváció, elfogy a lelkesedés, és azt mondja, hogy figyelj, nekem nem való ez az egész. És elkezdi maga a célt reálisabb közelségbe hozni, és
a reálisabb közelségbe hozott cél kisebb beletett munkát fog majd igényelni. Ergo, amit a legelején az ember ilyenkor meghoz a döntés, hogy napi szinten ezt meg kell csinálnom, hogy garantáltan meglegyen 2-3 év múlva az adott cél, azt elkezdi csökkenteni, és már csak elkezd abba gondolkozni, hogy oké, lehet, hogy elegendő lehetne a heti 1-2 poszt, vagy havi 2-3 videó, vagy hetente csak 2-3 ügyfélre fogok csak fókuszálni. És a szomorú az, hogy a legtöbb ember így gondolkozik. Szerintem 100 ember, aki elkezd egy vállalkozást felépíteni, közülük egy 95 ember, vagy lehet, hogy még 98 is, elkezdi a nagy céljait lebontani, vagy lecsökkenteni, mert türelmetlen, és azt látja, vagy azt érzi, hogy ő nem tart még ott, és az önbizalmi szintje elkezd napról napra, vagy hétről hétre csökkenni. Ahelyett, hogy úgy gondolná, hogy félreteszem az adott célt, félreteszem azt, hogy nekem lehet, hogy 2-3 évet is rá kell szánnom, de beleteszem azt a szükséges munkát, hogy egy jó vállalkozást fel tudjak építeni, hogy megtanuljak felsőfokon, vagy akár anyanyelvi szinten beszélni, vagy hogy kockás hasam legyen. Szóval ennek a videónak az lenne a célja, hogy egy picikét így észhez térítselek, hogy ne akard rögtön az adott eredményt, hanem add meg magadnak azt az időt, add meg az univerzumnak azt az időt, hogy megszerezhesd a nagy célt, viszont oda lehet, hogy hónapokat, vagy éveket kell beletenni. És ha belegondolsz, megnéztünk bármilyen élsportolót, akár bármilyen világklasszis teniszezőt, Roger Federert is mondhatnám, vagy bárkit a világon, vagy akár milliárdos vállalkozókat, hogy mi már csak azt látjuk, hogy megnyer mondjuk egy Grand Slam bajnokságot, vagy felépít egy milliárdos vállalkozást. De a legtöbb ember ilyenkor csak azt mondja, hogy neki könnyen jött, mert neki nagy tehetsége van hozzá. Viszont nem látjuk, hogy ők 5-10-20-30 évet akár beletettek az adott siker elérésében. És akkor most jön a nagy kérdés, a fájdalmas kérdés, hogy eddig te mit tettél bele abba, hogy te joggal várd el az univerzumtól meg a sorstól, hogy te tényleg egy sikeres vállalkozást fel tudj építeni, hogy te tényleg 100 millió forintos céget, vagy a te szinteden mondjuk egy katamaxolást meg tudsz csinálni. Mit tettél bele ma? Mit tettél bele tegnap? Mit tettél bele a múlt héten? Mit tettél bele az elmúlt egy hónapba? És hogyha őszintén akarunk lenni, hogyha szívünkre teszük a kezünket, akkor elmondhatjuk azt, hogy basszus, lehetett volna ezt jobban is csinálni. Beletettem volna többet is. Basszus, kevesebb időt baszhattam el volna mondjuk a közösségi média görgetésével. És javaslom, hogy most egy picit értékeld át a céljaidat, értékeld át a mindennapjaidat, értékeld át a rutinjaidat, meg a szokásaidat, és nézd meg, hogy tényleg mi az, amit csinálsz nap, mint nap, amit észre se veszel, csak ilyen autópilóta üzemmódba, csak csinálod az adott dolgot, viszont nem hoz eredményt, mert nem visz közelebb az adott célod elérése érdekében. Ezeket mind kukázd ki, és próbálj tudatosan, bármennyire is kinkeserves, nehéz a kezdeti időszakban, de próbálj azokra a kulcs teendőkre fókuszálni, ami tényleg közel fog vinni az adott cél elérése érdekében. Szóval nyugodtan lehetnek nagy céljaid, akár a 100 millió forintos árbevételű cég, vagy a Ferrari, vagy bármilyen nagy célt mondhatnék, és nem csak a bizniszben, akár magánéletben, párkapcsolatban, tanulmányaidban, önfejlesztésben. Szóval nyugodtan legyenek nagy céljaid. Gondolkozz 10x-ben, viszont a munkába is legyen meg a 10x. És az időben is legyél kellően megengedő magaddal szemben, és ne akarj azonnal eredményt. Egy régi kedves ismerősöm mondta ezt a mondást, hogy azonnal csak beszarni lehet. Az eredményekre is ugyanez vonatkozik, hogy azonnali eredmény nincsen, mert tényleg nagy és kézzelfogható nagy eredmény, az nem fog azonnal jönni. Ki kell várni. Ez olyan, mint a bambusznak a növekedése, hogy ott is, mikor egy bambusznak a magját elültetik, akkor 5 évet kell várni arra, hogy szinte így csak a földből kibújjon. Szóval 5 éven keresztül gyakorlatilag a bambusznak az ültetője azt hiheti, hogy itt nem történik semmi. A háttérben egyébként az történik, hogy maga a bambusz a gyökérzetét erősíti meg kellőképpen. És utána egy pár hét leforgása alatt, ismétlem 5 év látszólag semmit tevés után, pár hét alatt 30 métert nő a bambusz. És a vállalkozás is kb. Így működik, hogy hónapokon keresztül, éveken keresztül csikorgatva kell beletenni a munkát. Nyilván ezt lehet lazán is, szóval nem azt mondom, hogy szenvedni kell ahhoz, hogy eredményt el tudj érni, de hogy alázatosan bele kell tenni azt a munkát, akár van hozzá kedved, akár nincs, hogy egyszer csak azt érez, hogy robban a bomba. Mert előbb-utóbb robbanni fog a bomba. Gondolj bele, hogyha mától kezdve
3 éven keresztül naponta megcsinálsz egy értékadó videót, naponta kiteszel a közösségi média, vagy közösségi média platformodra egy-egy tartalmat, naponta felhívsz legalább 5-10 leendő ügyfelet, akkor 3 év múlva joggal várhatod el, hogy sokkal magasabb szinten legyél? Közben bennék is szépen hangosan beszél, nem tudom, belehallatszik-e a kamerába, de a kislegény nagyon meg akarja mondani ő is a véleményét az adott témáról. Oké, szerintem átadtam a fő gondolatot ezzel a témával kapcsolatban. Legyél türelmes magaddal, és mindig az adott napi feladatokra próbálj fokuszálni, és ne arra, hogy majd valamikor lesz a 100 milliós céget, mert oda arra várni kell, és tényleg nagyon-nagyon sokat kell ahhoz dolgozni. Legyél türelmes magaddal, mert az eredmények majd úgy is fognak jönni. Köszönöm, hogy megnézted a mai részt, holnap jövünk a következő Business Café podcasttel. Addig is jó munkát kívánok, jó motivált állapotot, és jó csapatást, jó vállalkozás építést.